Szeretettel köszöntöm Önöket. Remélem, hogy jól bevackoltak egy kényelmes helyre, és Önöknél is ott van a finom gőzölgő teja, hiszen azért ilyenkor már jól esik a meleg, és várják, hogy kezdődjön a tea glóriával. Ezen a héten sok minden fog történni, ez fogja meghatározni mai műsorunkat is, hiszen október 23-án indult a nagy forradalom, és bizony november 4-éig számos esemény volt. Mi is foglalkozunk ezzel a témával, de ezen a héten 24-én van az operett napja, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk, sőt, még egy érdekes Aquincumi Múzeumban rendezett Kelta Halloween partiról is fogunk szólni, tehát azt hiszem, hogy érdemes itt lenni velünk. Akik nem ismernek minket, azoknak ajánlom a weboldalunkat. www.teagloriával.hu Ha képeket szeretnének nézegetni, akkor a Facebook oldalunkat a keresőbe a műsor címét kell beírni. De ha igazán közvetlen kapcsolatra vágynak, én is hallom az Önök hangját, meg Önök is az enyémet, akkor ott a műsor állandó telefonszáma, amely így hangzik. 0629 340 330. Ezt a telefonszámot reggel 9 után, de akár este 9-ig lehet hívni, hívjanak bátran, próbálkozzanak többször, mert bizony próbálok, máshol dolgozom, szervezek, fellépek, tehát, de biztos, hogy előbb-utóbb összeakadunk, és várom is, hogy szóljanak hozzá a műsorhoz, vagy kérjenek információt. A műsorunkat minden szerdán 21 órakor tesszük közzé, ez a fő műsorunk, de utána van még 4 ismétlés, csütörtökön délután 3 órakor, pénteken ebéd után 1 órakor, 13 órakor lehet minket megnézni, vagy szombat délután egy nagy kirándulás után leülnek, és 18 órától megnézhetik a teát. És az utolsó lehetőség az a vasárnap reggel 8 óra, nyújtózkodjanak az ágyban, igyák meg teájukat, kávéjukat, gyümölcslevüket, ki mit szeret, és nézzék meg az adásunkat. És akkor azt is elmondom, hogy pontosan mi is lesz ebben a mai adásban. Első blokkunk a jeles napok, emlékezzünk együtt 1956-ra. Nem akárkik lesznek a vendégeim, hiszen az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke és alelnöke lesz itt velünk. Örülünk, hogy még tudunk velük beszélgetni emlékekről, meg arról, hogy mit üzennek a mai fiataloknak, és illusztris vendégünk lesz még Andrássy Frigyes, zeneszerző, drámaíró és operaénekes, és szó lesz az ő csodálatos 56 utáni pillanatokat, helyzeteket feldolgozó drámai daljátéka, amiből a beszélgetés után a legszebb áriákat hallgathatják meg. Ezután testünk titkai. Muszáj, hogy ilyenkor is foglalkozunk a saját egészségünkkel. Most energia szinten vizsgáljuk, hogy ki is az, aki egészséges, vagy ki az, aki egészséget tud átadni. Vendégünk Majoros János lesz, aki a bioenergetikai vizsgáztató szakértő, tehát amit erről a témáról lehet tudni, azt ő mind tudja, szerintem Önöket is érdekelni fogja. Érdekes események blogsorozatunk is jön, hiszen október 31-e a Halloween napja. Az Aquincumi Múzeum művelődés történészével, Kővágó Dániellel beszélgetünk arról, hogy mi is az eredete a Halloweennak, mi a különbség a kelta vagy a magyar hagyományok között, és elmondjuk, hogy az Aquincumi Múzeum milyen érdekes, sokszínű, izgalmas programot szervez október 24-e délutánra.
és éjszakájára. Érdemes meghallgatni, hogy mik is ezek. A záró blokkunk megint csak az egészségünkre, amit önök mindig várnak Éliás Tibor természetgyógyásszal, de mivel az Operett napja ünnepet, amit az Operett színházban tartanak, Éliás Tibor alapította, és ő adta át az első életműdíjat is az Operett Színház művészeinek. Hát így őtőle kérdezzük meg, hogy hogyan is történt ez annó, és hogyan adják át ma. Természetesen mi most még előtte vagyunk, meg éppen alatta az eseménynek. A következő heti műsorunkban azt is eláruljuk, hogy kik kapták. Kedves nézőink, a mai műsorhoz jó szórakozást kívánok! Kedves nézőink, önök tudják, hogy mi bizony a naptárunkba beírjuk a jeles napokat. És október 23-a bizony, hogy jeles nap, muszáj, hogy emlékezzünk róla, és igyekszünk értékesen visszaemlékezni, hogy adjunk át valamit azoknak is, akik még itt vannak köztünk és átélték, de főképpen a fiataloknak, majd erről is fogunk beszélgetni. És az a címünk, hogy emlékezzünk együtt 1956-ra, hát mi most ezt fogjuk tenni, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy megtelt a mi kis stúdiónk, csupa szeretnivaló értékes emberrel, akiktől valóban autentikusan hallgathatunk a történetről, és arról is, hogy ma mennyit tesznek azért, hogy ez a szellemiség és jó akarat átmenjen a következő generációkba is. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Schröter Tibort, aki az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének alelnöke. Szintén nagy szeretettel köszöntöm Csigás Zoltánt, aki az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke. És igazán nagy örömömre szolgál, hogy a stúdióban itt ül velünk Andrássy Frigyes, zeneszerző, drámaíró és operaénekes, úgyhogy nem véletlenül ülsz itt, hiszen amiről meg majd még beszélgetni fogunk, az bizony a saját gyermeke. Mindenkit szeretettel köszöntök én is. Hát, kedves vendégeink, ugye azt mondtuk, hogy mennyire fontos az igazság elmesélése. Hát én szeretnék önöktől hallani egy-egy olyan személyes dolgot, amivel megmutatjuk, hogy bizony ez az esemény tiszteletre méltó. Sajnos túl vidám dolgokkal nem tudok kezdeni, de az számomra, hiszen a 58 év az rettentő nagy idő, de én úgy emlékszem, mintha tegnap lenne, lettek volna ezek az események, amikor a szénatéri parancsnok elment az egyetemre, a Budapesti Tudomány Egyetemre, és ott akarta szervezni a diákságot a szénatéri csoporthoz. Ott vártunk rá többen, és ott várt rá, később a beszélgetés folytán megtudtam, Mansfeld Péter is. És végre megjött az elnök, hón alatt egy viszonylag termetes csomaggal, ami ilyen parda volt csomagolva, és kibontotta, és egy nagyméretű, gyönyörű szép lukas zászló volt benne, amelyet a lukas zászlót már az egyetemisták vágták ki. Adatta a Lajosnak, hogy ő volt köztünk a legmagasabb, hogy tegyétek valami olyan helyre, ahol jól látható. Hát ez tekintettel arra, hogy ez a metró építkezésének a hely közelében történt, és evidens, hogy rögtön a metróra, a építkezésére gondoltunk, és valóban az asztalos műhelyből szereztünk egy hosszú jelet,
és a metrónak a kast, akkor kastnak hívták, a liftjének a emeleti részében az ablakon lett kilógatva. Nagyon jól nézett ki, és nagyon örültünk neki. Elváltunk, és megegyeztük abban, hogy másnap találkozunk, és tovább folytatjuk majd a szervezést. Hát sajnos a másnap az nekem egészen másképp alakult, mert én a Bernát Géza utcában laktam, ami a Böszörmű útról nyílik, és a akkori előjáróság mellett van, amellett pedig egy rendőrlaktanya volt. A rendőrlaktanya már üres volt, és ott már gyülekeztek a szabadságharcosoknak a fiataljai. Még nem volt semmi megszervezve, de úgy lehetett látni, hogy itt történni fog valami. Történt is, mert Rubi Ördagy, aki a parancsnoka lett az iskolán, ennek a helyiségnek, kapott egy telefont, hogy az Agárdi út 6-os szám alatt a volt igazságügyminiszter helyett, nem tudom, hányadik helyettesének a villája egy gyönyörű barokk villa. Előkelt el, aminek még a kapuját még ki tudtuk nyitni, de a háznak a kapuját azt már nehezebb volt, és amikor bejutottunk, tekintett arra, hogy az volt a menetelünk célja, hogy szereljük le azokat, akik a járókelőkre lövöldöznek. Aha. Hát nem csak a járókelőkre lövöldöztek azok ránk is. Többek közt én voltam az első, aki lövést kapott, és a csuklómat eltalálta. Érdekes módon a világon semmit nem éreztem. Csak azt, hogy a bal kezem elkezd erősen zsibbadni. Lenézek, és akkor látom, hogy két oldalról spriccel a vér. Rögtön utasította a Döcslipónnak a vezetőjét, hogy azonnal vigyel az első kórházba. És a Freguliról, mert ez a konyha helyiség mellett volt, lekapott egy fehér ilyen inkszerűséget, és azt csavarta rá a csuklomra, hogy ne vérezzek el, de előzőleg a könyök alatt egy zsinórral elkötötte, amennyire tudta. Bevittek a kórházba, ott rögtön a műtőbe vittek be, eléggé meg voltak ijedve, hogy micsit óriás, mert még az inkből is ilyen vékonyan folyt már a vél. És azt mondta az egyik fiatal orvos, hogy mi lesz most, hát nincs vérplazmánk. És akkor az öreg gebbik orvos, ő más kifejezést használt, ez egy vagány gyerek, ennek egészen biztos ki fogja bírni, el kell szorítani, és megcsinálták a műt kezemet, sindetették mi egyéb, ahogy kell, és bevittek az egyik terembe, és lefektettek. Hát számomra ez volt az egyik legmaradandóbb emlék. Na de ez egy hős tett tulajdonképpen. Igen, az eseményekről, mert sajnos a továbbiakban már lőtt, sérült kézzel már nem tudtam részt venni. Hát akkor is ez egy nagyon-nagyon dicséretes dolog, és csoda, hogy így ezt meghallgathatjuk. Hadd mondjam el, hogy Tibor betöltötte a 92. életévét, Isten éltesse még sokáig. Köszönöm szépen. És egyszerűen ezek voltak, ez a sok-sok apró hőstett, ami azért ugye nem is olyan apró, amikre emlékeznünk kell, hiszen nélkületek, ha szabad így tegeződni, nem történt volna meg. Akkor kezdett az egész ország föléledni, amikor a fiatalok nekiláttak, hogy
itt valamit csinálni kell. Egy valamiről beszéljünk, akár téged kérlek, hogy mondd el, hogy manapság mindenki lobogtatja, hogy lukaszászló így, lukaszászló úgy, és bizony ezen a legutóbbi egy-két tüntetésen kiderült, hogy a fiataloknak fogalmuk sincs, hogy miért Lukas az a zászló. Hát kérem, hogy esetleg mondjátok el. Abból adódik, hogy a gyerek nem tett róla, a pedagógus tett róla, hogy mondja el a történetet. Nem érzik át a gyerekek a tanárnak a hazaszeretetét, az üggyel kapcsolatot, csak úgy, mint egy matematika példát, vagy mit tudom én, egy kémiai egyenlet levezetés. Uh-huh. És a szabadságharc nem erről szólt. Ott érzelmek voltak, összetartozás volt, egymás iránti figyelem, segítőkészség, és hát talán ezt nem tudjuk átadni a diákoknak. A diákok a felszínen látják, hogy lukaszászló, és sajnos meg kell mondani az iskola ünnepségeken, és lengetik a lukaszászlót. És hát szerintem ugye... nem is tudják, hogy mit vágtak onnan ki. Hát, egy igen. Erőszakhatalmi jelkő. Hát a Rákosi címert vágták ki. Benne van a síratéli éjszakában. Igen. Ettől Lukas, hogy ne legyen Rákosi cím. Így van, ezt az erőszakhatalmi jelképet igen, el kellett tüntetni, hogy végre nem. Ahogy a vörös csillagot is, ahol lehetett. Leverték. Ki is vágtak. Meg ahogy a Sztálin szobrot ledöntötték. Igen. És... Bocsáss meg, szabad vágom. Fiatal józsefvárosi srác voltam, egy gyerek, és hát ugye a forradalom fővárosában, a Józsefvárosban volt. A Korvin köz az egy bástyája volt a forradalomnak. És emlékszem rá, hogy 24-én, előtte, hogy a Sztálin szobrotnál ott voltunk, láttuk, nagyon fölrázó élmény volt az a tudat, amikor ledőlt a szobor, az a nagy csörömpöléssel lezuhant, síri csönd volt. Mindenki, és utána egymás nyakába borultak az emberek, örültek, és valahol ott kezdődött a szabadságunk. Az, hogy érezték az emberek, hogy na most valami történt, a korábbi kemény diktatúra elnyomás alatt, mint a felszabadultak volna ott a lelkek. Na most ebbe a tudatba mentünk haza este, ugye elkísértük a Josip Sztálint a Blahalujza téri, mert ott laktunk, ugye nem a környékén, úgyis arra kellett menni, és bementünk, és föl egész szóval az ember átélte otthon is, ugye, és 24-én a rádió ugye mondta, felszólította az emberre, menjünk dolgozni, mert mi se történt, hiszen a fegyvere ugye a rádiónál ugye elhallgatotta, és akkor mondták, menjenek dolgozni, szüleim elmentek, mi bementünk az iskolába volt egy olyan, fölmentük az osztályterembe, fölnézünk, mi van fönn a falon, a Rákosi címer. Így van, fönn a tábla fölött, hát gyorsan oda a tanári asztalt, szék, levettük, mai napig megvan a otthon. Őrző, mert én vettem le. Eltentő példának. Annyira tetszett. Na most ugye ez egy nagyon, másik nagyon kellemes, ugye elmentünk 24-én a Korvin közben, a barátaim, és a másik dolog az, hogy barátság volt. Barátaim voltak. Azért mertünk menni, mert tudtam azt, hogy mellettem van, segít, és bátorságot adott. Mert hát kellett az összetartás? Igen, az összetartás. És akkor elmentünk, akkor már a szovjet csapatoknak a hangjait lehetett hallani, felvonulás volt, a harckocsik ilyen erődemonstrációt hajtottak végre, de bementünk a Korvin közbe. Korvin közben, hát a mozi miatt mentünk, mert oda jártunk a Korvin moziba, és lényegében olyan 40-50 ember ott állt csoportban fegyveresekkel, és egy Szabó László nevű ember volt a parancsnok. És pont azon tanakodtak, minket nem vontak be, csak tátottuk a szánkat, hogy hát a Korvin köz el kell menni, és a különböző helyekre kell elhelyezkedni, és fölvenni a harcot, esetleg a szovjet csapatok, és akkor megjelent egy fiatal ember, egy olyan 26 körül év, ahogy visszaemlékszem, lehet, hogy valami több volt, és ő volt az, aki mondta ott, hogy hát ő elmegy körül néz, hogy mozognak a szovjet csapatok, ugye Nagyvárad téről Petőfit felől, és akkor mondta, hogy visszajön. Hát mi ott nem vártuk meg páron, de többen hazamentek már. És mire visszajött, ugye lényegében egy kisebb csapat volt, akkor nem tudtam, hogy ki ő.
Iván Kovács Lászlónak hívták, és tényleg nagyon jó stratégia volt. Rájött arra, hogy a Korvinusz az olyan egy bástya, meg lehet könnyen védeni. És amit nagyon sokan elfelejtenek, hogy lényegében, amikor összegyűl 200-300 ember, az azért csak enni is szeretne, meg minden. Van sebesülés. És Iván Kovács László megszervezte ezt a háttéret, amit azt mondunk ma, hogy logisztika, vagy hadtáp, vagy mit tudom én bárminek, de akkor nem tudtuk ezt. És akkor megszervezte a Práter utcába, volt egészség részleg, jobbra volt az élelmezés, és hát ugye volt olyan, hogy a pincében, meg hát ugye az esetleges foglyokat összegyűjtötték, és a másik az, hogy a forradalom a rendforradalma volt. Megakadályozták az önbíráskodást, az államvédelmiseket, akiket elfogta. Nem végezték ki. Majd Iván Kovács a rendre, a törvényességre felügye. Levitték a Práter utcai pincébe, sőt a szovjet katonákat is, akiket elfogtak, azok is oda kerültek le a pincébe. Ott a Szabó László nevű úriember, ő volt a Práter utcának ennek a vezetője. Uh-huh. És a másik az, hogy Iván Kovács László nem nevezte ki senki parancsnoka. Több egységek, 5-6 önálló csoport volt, de mégis mindegyiknek a vezetője elfogadta Iván Kovács Lászlónak a személyét, megnyerő, halk szavú, de határozott férfi volt. És rám nagyon nagy hatása volt, és a Világszövetségünk ezért Iván Kovács László emlékét őrzi. És ugye tavaly indítottuk az Iván Kovács László Szabad Egyetemet, pont azért, hogy a megfelelő helyre emeljük a személyét, hiszen a 56-os forradalomnak szerintem, most lehet, hogy nagyon szubjektív vagyok vele szemben, mert neki is köszönhetem azt, hogy itt ülhetek, mert ugye egy harcban katonákat tanítják, hogy kell védekezni, hogy hová kell bújni. Egy ilyen 14 éves gyerek mit tud semmit, kirohan az utcára, lelövik. És ő odafigyelt, nem engedett. Megmondom őszintén, hát nem a legjobb feladatot kaptam, konyhára tettek, ugye keleten, és ott segítkeztem. És néha-néha ugye azért csak itt jött az ember, és nekem azt hiszem a Korvin köz ilyen forrán meghatározott. Ma is, ha elmegyek, és tegnap volt az ünnepség, mindig összeszorul a szívem, amikor a Korvin közben megyek, és a kollégám, bajtársai mindig azt hiszik, hogy biztos lámpalában valami, de más valami, más az idegrendszerem, másképpen működik. Nekem. Milyen jó ezeket hallgatni. Több dologból is, egyrészt érzem a kisugárzásotokat, de másrészt ugye volt egy idő, amikor azt mondták, hogy ó, hát azok randalírozó fiatal srácok voltak, mit forradalom, meg minden, és kiderül, hogy bizony rend volt, fegyelem volt, és a szívetek ott volt az ügyér. Gyönyörű az a bot. Nekem ezt különös emlékem, mert az összességében, amit 8 év börtönt, amit le kellett töltenem, abból másfelet egy erdélyi, pontosabban székely fafaragó művésszel töltöttem, és szabadulásom után, amikor bányamunka meg egyedek után, amikor a térdem tönkre ment, és ki kellett cserélni, tehát protézist építettek be, megtudta a Janó is, és egyszer csak csüggettek a lakásra, és hoznak egy hosszú ilyen csomagot, kimondta, és ez a bot volt benne. Hogy ez milyen szép, meg kedves dolog. Gyönyörű. Már vége volt a forradalomnak. Már évek óta. És ennek ellenére, hiszen egyszer sem találkoztunk, mert engem nem engedtek ki Erdélybe, lehet, hogy nem is fogadtak volna, bármint az hatóság, de ő tudott róla, nem tudom, hogy megmondani, hogy honnan, hogy megműtöttek, és a térdemmel gond van. Ezzel csak azt akartam elsősorban kihangsúlyozni, hogy évek múltak el, és még mindig ugyanaz a bajtársi viszony, ugyanaz a hozzám tartozó személynek tekintett, mint akkor, amikor a
forradalom alatt egymás mellett álltunk, és bizony-bizony nem tudtuk, hogy melyikünk fog a másikra szorulni. Jaj, de nehéz megszólalni az ilyen szép történeteknél. Most pedig Andrássy Frigyeshez fordulok, hiszen neked személyes élményed talán csak áttételesen lehetne, viszont megírt egy csodálatos drámai daljátékot, Sír a téli éjszaka címmel, ami a forradalom utáni időszakot dolgozza fel. Igen, hát tulajdonképpen Szabó László Dezső költőbarátom, aki szintén 56-os, Laci is most 87 éves, és az ő verseit zenésítettem meg. Tehát ennek a Sír a téli éjszakának a zenei betétel, amit énekelünk, a dalok árják, az az ő verseire épül, és az ő versei a saját tapasztalataira épül. Az előbb szóba került a Práter utca, ebbe a Péternek, a főhősünknek, a tenornak a fő áriája, ez a Hősbarátom ária, amikor ezt elénekli, kiderül, hogy az ő legjobb barátját, akivel egy padba ült az iskolába, azt a Práter utcába ellőtték a lábát, és így lett aztán béna, mozgássérült. Tehát itt is kapcsolódik a dolog, és attól olyan ez a darab, hogy az ő személyes tapasztalatai, a megélései vannak a versekben, amire én zenéket írtam, feleségem Andrássy Krisztinával egyetemben, úgyhogy hozzánk kötődik. Talán kiemelnék egy-két érdekes dolgot, amit ott kutattam, és a családból, ismerősökből mondták. Elképzelhetetlen ma, hogy amikor kimentek az ávósok, voltak besúgók, akit én játszok, a házmester, a Bakó bátyás, a neve is ilyen beszédes, ő is ilyen, és az özvegy Szarkáné, ezek besúgók elmennek az AVH-ra, és besúgják a Virágék családját, hogy ezek mit művelnek, hogy vigyék el a lakásból, mert Szarkáné szemet vett a lakásra. Tehát voltak ilyenek, hogy anyagi érdekből, hogy lehet elvitetni valakiket. Azt mondja a rendőrfőhadnagy nekik, hogy ők este kijönnek és begyűjtik őket, de a lakásukat, ahol laknak, jelöljék meg az ajtófélvát egy nagy X-el krétával, nehogy máshoz zörgessenek be. Tehát a besúgók visszamennek és megjelölik. És aztán később leselkednek, hallják, mikor megérkezik a teherautó, és a csizmák hangját, hogy jönnek érte. Hát sajnos nem sikerül a Szarkádének, hát sajnos idézőjelben, hál' Istennek, mert az AVH csak a Pétert, a családfőt viszi el, de a kis katalányokat és Máriát azt ott hagyják a lakásba. Tehát a lakást nem tudják elúrozni, ami fürdőszobás, és még a háborúban se kapott belővést. Hát, nagy érték. Tehát maga a téma egyrészt feldolgozza egy ember emlékeit magáról a forradalomról, és az utána levő borzasztó megtorlásokat. Hát igen, ez 57. február végén játszódik a darab, azért is viszik el, ugye akkor vitték el az embereket a börtönökbe, aztán nem lehetett tudni, hogy ezt kivégzik, vagy ott sok évet ott lesz a börtönbe. Nagy Isten, mint a Laci, aki börtönbe kezdte, aztán bányába jó pár évet lehúzott. Tehát nem lehetett tudni, de azt mesélte nekem, hogy amikor végre elengedték ez az össz 8 év után is, minden héten jelentkeznie kellett a rendőrségen, nem mehetett sehova. Szóval szörnyű idők voltak, és ezt a darab is próbálja átadni, de ugyanakkor nem végig drámai, mert a vidámság megjelenik, a kacagjunk tercetbe, hogy a nyomorukból is viccet csinálnak, hogy nincs pénzük, nem lehet kapni sok mindent, és csak kenyér van és tea. És akkor ebből viccet csinálnak, mintha ez egy főúri lakoma lenne. Tehát a vidámság is, a humor is átszövi az egészet, de aztán a két nagy árja után, a végén, amikor megjönnek az AVH-sok, hát az lesz aztán igazán drámai, és számomra, amikor írtam is a darabot, a kis Kata, ahogy megszólal, hogy hová viszik apukámot, meg fog fázni éjszaka. Na hát szóval az olyan drámaivá teszi nekem a gyerek és az apa helyzete, hogy hihetetlen. Hát törzsnézőink talán emlékeznek, mert egy jó pár évvel ezelőtt leadtuk ezt a drámai daljátékot, nagyon megrendítő. Most mi úgy emlékezünk, hogy ebből a darabból a legszebb áriákat hallgathatják meg önök, és én nagyon remélem, hogy
sikerül jövőre is egy jót beszélgetni. Igazán talán megadnám a szót, hogy önök szerint mit kell feltétlenül átadni a fiataloknak? Az ifjúságnak először is az összetartást. Aztán másodszorban azt, hogy nincs közöttünk különbsége. Ő ugyanolyan ember, mint én vagyok, és én ugyanolyan, mint a harmadik, a negyedik, az akár hányadik. A különbség csak abban van, hogy valakinek van a lehetősége a szülők által iskolázottnak lenni, vagy éppen a szülő is olyan elesett volt, hogy a gyerekére támaszkodva bányába ment dolgozni, mert ott kapta a legnagyobb fizetést. Uh-huh. És hogy senkit nem ítélek el, mert ha én elítélek valakit, akkor én is ítélet alatt állok. Tehát embernek kell maradni, nagybetűs embernek. Nagyon remélem, hogy sok-sok fiatal nézi most ezt a műsort, mert ilyen szép ajánlást az élethez ritkán kapunk. Zoltán? Becsüljék azt a kort, amiben ma élnek. Magyarország ma szabad. Szabad, független állam. Nem szabad hagyni magukat félrevezetni. Hiszen ha ismernék a magyar történelmet, látnák, hát tanáraik átadnák, hogy a Rákosi korban mi volt. Mi volt a Kádár korszak első idejében, a 60-as, 70-es évben, akkor megtudnák azt, hogy mi a szabadság. És ezt nem tudják becsülni szerintem. És ezért van az, hogy lehet, hogy egy kicsit durva, hogy jó dolgokban nem tudják, hogy mit csinálnak. Nekem az fáj különösebben, hogy a mai fiatalok képesek elhinni, és összemossák a politikusaink 56 eszméjét, és az köztudott, hogy semmi köze 56-nak a mai politikai eseményekhez. A lyukaszászló az egy szent dolog, azért szabadságharcosok haltak meg, fiatalok, olyanok, amik ők van. És ezeket a lyukaszászlókat jelképként szeretnék használni, és ez nagyon szeretném kérni a fiatal, határolódjanak el ettől. Frici, tőled is kérném ezt, hiszen nem véletlenül írtad meg a darabot. Én a fiataloknak a hazaszeretetet, szülő, barát és hazaszeretetet üzenem. Ez a mai korban menjenek, tanuljanak a gondolják külföldön, ahogy régen a céhes legények is, de aztán majd jöjjenek haza, és ennek a hazának a kamatoztassák a tudásukat, és legyenek együtt, ne maradjanak egyedül az idő szüleik, itthon és ők máshol, tehát térjenek haza, és a hazaszeretet az az egyik legfontosabb dolog. A magyar táj, a dombok, a hegyek, a föld, a folyóink, hogy ezt, de még a magyar illatok is külföldön, én az operában sok helyen voltam, 2 hét után mindig hazavágytam a magyar illatra és az egész magyar millióra. Kedves nézőink, akkor most nézzük meg a Sír a téli éjszaka drámai daljáték legszebb dalait. Minden állásukból ki fogjuk verni. Azokból is, amelyeket az egyház palástja mögött építettek ki maguknak.
csak ifjú munkások, járókelők, katonák, öregek középiskolások, kalautok. Tízezrekké nőtt a hatalmas emberfolyam. Jelszavaktól zentek az utcák. Bemhapó és Kossuth népe, menjünk együtt kéz a kézbe. Besúgok. Lefogadnám, hogy szervezkedik. Szervezkedik. Szívesen belesnék hozzá a kulcsukon. Kulcsukon? Sokkal jobb helyet tudod. A cselid lépcsődé lévő ablak, az az ő szokott les helyed. Hát majd jól befűtök én ennek az ellenforradalmár félének, akinek bezzeg még most is van. Különbejáratú, emeleti fürdőszobás luxus lakása! Jó kedvel, farkeré, felóvjon az orra! Lessük meg a disznót, attól lesz majd gondja! Lessük meg a disznót, attól lesz majd gondja!
Mátyám sem, tass nem, de a szolta, 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 az üvegem, még egy kortyot kérek. Sok lesz az madának, ha nem veszi sírtésre. Nem lesz a sok nekem, s nem veszem sírtésre. Szomorúan persze, most még adtak neki, éberség funkások, ez a harci elő. Amikor a bajban is együtt vagyunk, és a szerelem segít. Micsoda idők voltak! Visszaidézted a dicső múltat! Úgy örülök, hogy megint csillog a szemed! Teljesen megvigasztaltál! Úgy érzem, új erőt adtál! Egyetlen, én úgy szeretlek téged! Én is téged! Úgy szeretlek, mint a hold a csillagokat! Te vagy az én esthajnal csillagom! Fehér felhőket fold rózsaszín, piros rózsák a szép alakóra, borít össze az A nincset, a szegénységet is lehet vidáman felfogni. Na jó, akkor inkább arról meséljetek, hogy mi történt a péknél. Hosszú volt a sor? Rengetegen voltak és sokat kellett várni. Szinte teljesen átfagytunk Katával. De a végén csak kaptunk egy-egy vekni meleg kenyeret. Összesen kettőt? Kettőt, igen. És mit adtatok cserébe? Vagy ingyen kaptátok azt a kenyeret? Tudod, papa, az úgy volt, hogy kagylót adtunk kenyérért. Kagylót? Tudod, volt az a szép kagylós hamutartónk, azt adtam a péknek, azért adott két vekni kenyeret cserébe. Értem. Szóval kagylóért veknit. Cserekereskedelem. Ősközösség. És hogy lett abból a másik kenyérből barka? Azért kinek és mit adtál? Te szemtelen légy! Hazafelé jövet egy kedves öreg anyóka állt a ház sarkánál. Kínálgatta szegény ezt a három szál fagyos barkát.
megsajnáltuk, és az egyik kenyeret a barkáért cserébe nekiadtuk. Mm-hmm. Gyerekek! Vacsora! Februárban kemény hideg bohó, immár a hónig kapom a suhajon. A kenyér is kiadom. Mindig csak játszunk és kacagunk. Kacagunk! Kacagunk! Ha, 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 ha. Gazdag vacsora, te a kis hat kenyér. Míg alvó tűzünk, pislog olyan lenek. Az a csodálatos érzés, ami minket is lelkesít, és a mai fiatalokat, amikor a szunnyadó parázs lángra kap. Az a sok bátor fiatal újra reményt adott az egész magyarságnak. Rákóczi, és a 48-as szabadságharc után a magyar nemzet harmadszor is megmutatta a világnak, hogy mire képes. És hidd el, az 1956-os magyar forradalom csillaga is örökre fényesen ragyog majd a világ történelem égboltján. Bronz tüzében olvad fel, ez
test, lélek, szellem. Kedves nézőink, ebben a blogban sokat beszéltünk már erről a hármas összefüggésről, és arról, hogyha az egyikkel valami baj van, biztos, hogy a másik kettővel is baj lesz, de még fontosabb talán maga a szellemünk jóléte, de nem vagyok szakember, ezért is hívunk meg mindig olyanokat, akik ezeknek igazán értői, és bizony ma különleges dolgokról lesz szó, az energiaszintünkről. És hogy ez hogyan befolyásolható, mi van, ha kicsi, mi van, ha magas, hogy lehet magas, hát erről fogom faggatni mai stúdió vendégünket, Majoros János Károlyt, aki bioenergetikai vizsgáztató és szakértő. Hát én nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ha nem haragszik, mi mindjárt megkérdezzük, hogy mit jelent az, hogy bioenergetikai vizsgáztató, mi az, hogy szakértő, melyik a több, melyik a kevesebb, hadd ismerjük meg. 1997. márciusban jelent meg a természetgyógyászati rendelet, ami tulajdonképpen melléklet az akkori egészségügyi törvénynek. És ebben lett a 10 szakma, és a 10 szakma közül kettőből vagyok vizsgáztató és oktató, bioenergetikából és reflexológiából. És tulajdonképpen a bioenergetika a legfontosabb, mert ez foglalkozik az emberi energiarendszer harmonizálásával. A szakértő pedig azt jelenti, ennél sokkal magasabb, de ez egy ilyen megbecsülés tulajdonképpen, hogy aki esetleg 150 publikációt csinált már a Természetes magazinban, Elixírben és így tovább mondjuk 20-30 év alatt, az tulajdonképpen belekerülhet a természetgyógyászat szakértői névjegyzékébe. És ez a szakértő. Az a szakértő, aki tulajdonképpen bíróságnál valamit eldönthet, vagy szakértőként valamit szólhat. Tehát az már egy rang. Az egy rang tulajdonképpen, csak egy rang. Viszont szeretnénk tudni, hogy mi az, hogy energiaszint. Ez az alap ugye mindenhez, amiről mi most beszélgetni fogunk, és azt se tudjuk, hogy ez belül van, kívül van, mi vagyunk, egy kis segítséget. 100-valahány évvel ezelőtti ember 3 lépés távolságban állt egymástól, nem azért, mert utálta egymást, ez csak most a közbeszédbe átment egy másik vonulatra, hanem azért, mert a régi ember finom érzékelésű volt, és érezte, hogy a körülbelül 2 méter volt az akkori embereknek az éterikus teste, ez a meleg burok, ami az életerővel arányos, és nem lépett bele a másik embernek az energiaterébe. Tehát ez körülöttünk van, igen, így igen. Képzeljük el. Így van. Lehet, hogy amikor mondjuk, most tényleg butaságokat mondok, de nyilván a nézők is, hogy utazom a buszon, és valamiért önkéntelenül arrébb megyek egy embertől. Pontosan. Ez önkéntelen vagy ösztönös? Ez pontosan így van. Ösztönös is tulajdonképpen, igazán egy macska vagy egy kutya sokkal jobban érzékel, sokkal jobban finom érzékelésűbb, mint egy ember. És az ránéz egy macska az ember, és sokszor az ember feje mellé néz, mert ő a auráját nézi az embernek, a kisugárzását. Biztos mindenki megfigyelte már, hogy a macska nem rám néz, hanem mellém. Tehát és akkor ő érzékeli? Persze, finom érzékelésűek. A régi ember ledobta ezt a 2 méteres étertestét, belekerült a nagyvárosba, és egyszerűen már olyan sűrűk volt a közelség a másik embernek, hogy egyszerűen lement az energiaszintje a stressztől. Tehát már nem lett 2 méteres, hanem van, kisebb? Hanem 20 centi lett, a háton mérve 20 centi a mai ember átlag éterikus teste, ez a meleg burok, ami az életerővel arányos, és azért azok a betegségek, amik 100-valahány éve még nem léteztek, mert a 2 méteres éterikus test még az a határ, az alsó határa, hogy még a meridiánok mennek a testben, karokban, lábakban, testben, és ez még a szervezet homeosztázisát, egyensúlyi helyzetét biztosítják. Tehát mint egy bú. Ura megvédte pontosan, az akkori így van, ember. Így van, és az a 20 centi tized akkora, de század akkora energiára, méretre tized akkora energiára, század akkora, és a szervezet saját maga ellen fordul a immun problémáival, és ezért van az a rengeteg allergia, aszma meg egyéb problémák.
Na hát erre aztán biztos nem gondoltunk volna. Tehát egyrészt, ha jól értem, lecsökkent ez a burok 20 centire. Így van. Nagyon kevésnek nagyon tűnik. Kevés, így van. A 20 centi mutatja az energiaszintet a hátnál mérve, mert elől még kisebb. Mi próbáljuk megérteni. Hogy mi az energiaszint? Ez egy meleg burok, tehát közel megyünk egy emberhez a hátához, és kézzel is lehet érezni, hogy ha kezemmel oda megyek, és egy kis bizsergés lehet érezni, aztán túlmegy az ember vissza, tehát lehet érezni új begyekkel, egy finom érzékelésű ember ezt érzi. Az extraszenzek is ezt érzik, és az extraszenzek, akik új begyekkel vagy tenyérrel dolgoznak, érzik, hogy itt van egy kidudorodó rész, egy meleg, kellemetlen, gyulladásos rész. Le tudja tapogatni. Le tudja tapogatni. Ez az extraszenz technika. Én nem ezt csinálom, mert ránézek harmadik szemmel, és látom. Rákérdezek, hogy most mire. Ebbe is különböző szakértők. Nagyon-nagyon különböző illetve. Módszerek vannak. Különböző módszerek. A legegyszerűbb ebből a kifinomult érzékelésű extraszenz személyek. Ez egy ilyen bioenergetikai módszer, valaki ebből vizsgázik. Uh-huh. Úgy vizsgázik, hogy beállítunk ott, öten ott vizsgáztatók vagyunk, odaáll egy valaki, akit életében akkor lát először a vizsgázó, és mondjuk extraszenz technikával dolgozik, akkor új begyeivel végig simogatja egy olyan 5 centire a testtől, és érzi, hogy itt forró, itt hideg, a kiüresedett energia lyukak vannak a testében. De érdekes. És ezzel lehet érezni, hogy melyik szerv beteg. Ez az extraszenz módszer. És milyen egy mondjuk egy másik? Hogy egy másik módszer, mondjuk vannak eszközös módszerek, pálcával is lehet mérni, radiesztéziás módszerek, állapotfelmérési módszerek. Én egyenes már, aki elért egy olyan szintet, hogy nagyon 30 évig rengeteg beavatást kaptam tibeti mesterektől, és ezeket több órát gyakorlom naponta. Olyannyira kifinomul az ember, hogy ránézek valakire, kell kérdezni persze, hogy én szeretném nézni, hogy hol mennek át rajta bevonzott vízerek, és akkor az illető egyszerűen elkezdek látni rajta csíkokat, és ahol kettő csík kereszteződik a máján, vagy a tüdején, vagy a pajzsbrigyén, vagy bárhol, akkor azt tudom, hogy ott energiahiánya van. Jé, de érdekes. Tehát ön akkor is látja, ha mondjuk én nem tudok róla, most nyilván persze. Látja, hogy én nekem hol van lukam, vagy vékonyodásom, vagy nem. Pontosan. Nagyon érdekes. Ez az állapotfelmérés, és mindenki azt a állapotfelmérési módszert választja, akár extraszenz, akár eszközös radiesztéziát, vagy a tisztán harmadik szemes módszert. Úgy is lehet, hogy valaki fölhív telefonon, és a hangja alapján is rá tudok hangolódni, New Yorkban van. Annak is van rezgése? Pontosan, és a hallás tudatomon keresztül veszem az infót, és akkor ott is meg tudom neki mondani távból, egy ingyenes távalapotmérés keretében, hogy hol vannak a problémái. Ez nagyon jó pofa dolog. Tehát mondjuk én fölhívom a vendégemet, és mi alatt beszélek, tud rólam egy olyan állapotfelmérést csinálni, hogy ön már azt is tudja, hogy nekem hol vannak problémák. Pontosan így van. Nagyon-nagyon érdekes. Voltak idők, amikor erről többet beszéltünk, aztán egy kicsit elhallgatták ezeket a különleges tulajdonságokat, tehát ön a harmadik szemes technikáknak a híve vagyok, illetve a gyakorlója, mert van egy ilyen alapmondás, akár a hindu jogamesterek tanítják és mondják az 5000 éves védikus tudást, akár a tibeti buddhista mesterek tanítják, hogy az 5 alsó csakra tisztulásával a 2 felső, a harmadik szem és a fejtető tisztul. Tehát tulajdonképpen nincsen harmadik szemes tisztulás egyenest, de hogyha az ember már évekig meditál, hogy amikor valakivel egy kapcsolatba kerülök és direkt állapotfelmérést kívánok csinálni, és rákérdezek a dologra, akkor megjelenik előttem az illetőnek az energiarendszere, és akkor meg tudom neki mondani, vagy csinálok egy rajzot, és akkor ez is ez a szerve energiahiányos, vagy itt van teher a vállán, az már mentálban van, vagy torkig van, vagy mit nem fogad be a gyomra, mit nem emész meg, és így tovább. Tehát megint igaz az, hogy a fizikai test hat akár erre az energiaszintre is. Azt mondta, hogy ön ugye nagyon sok helyen volt beavatáson, tanításon. Igen. Hogy tanulják ezt, vagy hova járt, hogy még fejlesz-e ezt a különleges tudást? Nagyon egyszerű, 89-ben nagyon elkezdtek jönni akár a hindu jógamesterek, akár a tibeti lámák, a híres dán úriember, láma Olen Nidal beavatásán voltam legelőször 89. júniusban, és utána pedig nagyon sok más, 50 különböző buddhista, amely azok a legerősebbek, a buddhista gyémántud beavatások, Anuttara Tantra jogának hívják különben, és a nagyon-nagyon erős energiaszintet adnak. Jó, akkor most térjünk vissza arra, hogy mi hogyan tudunk segíteni önöknek, magunknak. Tehát akkor, ha valakinek ilyen képessége van,
akkor látja, hogy az én adott energia szintem hol tart. Mit okoz, ha valakinek nagyon vékony ez az energia szintje? Mik jöhetnek elő? Pontosan, hogy beszéltünk, ahogy mentál irányból jönnek le, mi van a teher a vállán, milyen teher, mit nem fogad be, illetve asztrásikon, milyen szervére vonz be például földsugárzásokat, akkor ezeken a szerveken elfolyik az energiája, kifolyik egyszerűen a testéből, az elemeken, földelem, vízelem, tűzelem, levegőelemen. Ezért fulladnak a posztcovidosok, mert levegőelem zéró szinte, 0,5% körülbelül. Tehát gyakorlatilag elemekkel való kapcsolatvesztés okozza, mondják keleten, a betegséget, öregséget, halál. És a lényeg az, hogy ezeket a különböző meditációs módszerekkel meg lehet tisztítani. Csak éppen a mostani ember nem alkalmas a meditációra, mert ezzel a 20 centivel nem alkalmas, minimum 2 méter éterikus test kéne, hogy beinduljanak az alapkeringések, és akkor válik alkalmas a meditációra. Akkor viszont az első és logikus kérdés, hogy hogy lehet növelni ezt az energiát? A 20 centiről a 2 méterre feltöltött kristályokkal lehet. Mert a kristályok adnak energiát? A kristályok nem adnak energiát, mert pont olyan energiájúak a Földön kibányászott kristályok, mint ami ott a helyen levő, ahol kibányázták a földanyának a pozitív-negatív aránya, pedig nagyon alacsony. Azért van káliuga, vaskorszak, nagyon alacsony az energiaszint. Ezeket a bolti kristályokat tulajdonképpen nem lehet használni gyógyításra, mert zéró szint az energiaszintjük. De akkor mi a megoldás? Az a megoldás, hogy olyan ember, akinek nagyobb a megvalósítása, most mondok csak példákat, hogy a 20 centi éterikus testhez képest, ami körülbelül ilyen köldök körüli tudatosságot jelent, ezt majd lehet, hogy valaki majd megérti, a szívcsakrás tudatosság az a minimum, ami a 2 méteres étertesthez tartozik, hogyha valaki ezzel a szívcsakrás tudatossággal, ami 100 éve még általános volt, elmegy egy bármilyen nagyon erős beavatásra, de elmegy egy keresztény áldásra és egy püspökhöz, akkor is tisztul az energiarendszere. Minden beavatás. Minden fényvallás beavatása viszi föl az energiaszintet, ha az illető vevő rá. És mondjuk, hogy a fej fölötti tudatosság az a szentek, amikor kezd glóriája lenni egy szentnek. És akkor az az egyes bódhiszatva szint, amikor minimum fölment a feje tetejére ez a tudatosság, és akkor már pár ezer szeres lesz az energiaszintje, mint a köldökösnek. Pár és ezer akkor szeres. Ez a nagy energiaszintű valaki... Ezt tud másokon segíteni. Aha. És hogy? Mert ugye itt látunk most különböző medálokat, tehát valahova ezt a saját energiáját föl kell, hogy töltse, nem? Hát úgy tudja föltölteni, hogyha a legnagyobb mesterektől, mint a Dalai Láma, aki a 10-es bódhiszatva szint fölött van, mind a 4 nagy vonalból rengeteg ilyen nagy beavatást kaptam, és ezeket napi több órát gyakorlom. Lényeg az, hogy mondok csak viszonylatokat, hogy amikor mondjuk egy szívcsakrás ember, hogy értsék az emberek, mondjuk mond egy imát a szívcsakrása, a százszoros energia szintjével, akkor ahhoz képest a köldökcsakrásnak 100 imát kéne mondani, mert mondok, legyen a köldökcsakrás 1, akkor a szívcsakrás lesz 100 egység, a fej fölötti tudatosságú lesz mondjuk 2000 egység, az még csak egyes bódhiszatva szint, mondjuk a 3-as, 4-es bódhiszatva szint, ami nagyon-nagyon jó már, egy jobb láma is már 3-as, 4-esen el van, akkor az már több tízezerszeres energiaszintet jelent. Hoppá, egy átlagemberhez képest. Tehát mond egy mantrát, annak a köldökcsakrásnak kéne mondani 2 napig. Értem. Már kezdem érteni, hogy mik vannak itt az asztalainkon. Én most megfogok egyet, és ez egy ilyen... Ez egy ilyen feltöltött kristálysorozat, igen. Jó. Hát mondjuk egyszerűen medálnak, de kristálysorozat ezek szerint. Tehát ez többféle kristályból van? Így van, pontosan. Azért, mert a szerveink asztrológia alapon már 3000 éve Babilonban ezt már tudták, tehát ez nem mostani kitalálás, hogy például a legegyszerűbb a karneol, biztos mindenki vegye ismeri. Vegye a kezébe, mert az asztalon így látszik. Se látjuk. Igen, egy gyönyörű vörös karneol, ez egy vasoxid, attól vörös. Egyszerű kvarckristály módosulat és vasoxidtól vörös, és ez a haragot tisztítja a szervezetben. Haragot tisztítja. Harag meg gyulladást csinál. Tehát bármelyik ember, én nem haragszom, közben gyulladásai vannak.
Tehát szervezetében. Végül is lelkileg is kell, hogy javuljon. Hát így van, rá kell hangolódnia, hogy ő igen, el szeretné engedni ezt a haragot, hogyha fölmegy ez a, kinyílik a marsikus csatornája energiaterében, akkor tulajdonképpen töltődnek azok a energiahiányos szervei, és automatikusan fölmegy százszorosra néhány hét alatt az adott problémás szerve. De ahhoz minden nap kell viselni? Zsebre kell vágnia, és ilyen nappal kap egy utántöltés, hogy ne veszítsen energiát. De hát ez nem egy nehéz dolog. Nem nehéz, egy zsebre vágja és kész. Se zsebre vágni, én most gyorsan beraktam a tenyerembe. Lehet, hogy mindjárt lehet érezni. Addig, amíg ez itt működik, akkor mit tud a másik? Például itt a gyönyörű rózsakvarc, ez biztos mindenki ismeri. Ez mangán tartalma, attól gyönyörű rózsaszín, és ez a vénuszi energiát képviseli, és például a mérleg jegy alatt vese energiát növeli. Tehát a legtöbb embernek vese problémája van, ugye a külvilággal kapcsolatos problémák, házasság problémák, és így tovább. Szerződés problémák, az a külvilággal való kapcsolat. És tulajdonképpen a rózsaszín csatornát nyitja meg, asztrál csatornát az energiarendszerben, és a vénuszi szerveket föltölti, hasnyálmirigy is részben vénuszi. A honlapomon van egy teljes táblázat, ő 3000 éves. Csak utolsó három, mondjuk az új bolygók, azok nem ismerték még Babilonba. Itt csak közbeszúrom, hogy érdemes az úr honlapját fölkeresni, mert ugye itt most csak beszélünk, de hát annyi adat és információ pontosan van, hogy azt egy weboldalon jobban meg lehet találni. Még nézzük meg a gyönyörű zöldet. Ez a gyönyörű zöld, ez egy aventurin, ez a szív csakrát tisztítja. A szívcsakrai zöld tulajdonképpen, tehát vannak ilyen közös dolgok benne, és igazán tulajdonképpen a szívpontot a reflexrógában nem is szabad masszírozni, hanem a hátgerincet, mert a hátgerincen van például magas vérnyomás vagy szívritmus zavar esetén egy energiablokkád, és mentálban ott van a sok generációs családi hátizsák, és tulajdonképpen sokszor, ahogy mondtuk, hogy esetleg farok zsebre bedobja az ember a far zsebbe az első medált, az fölviszi gerincbe az energiát, a másodikat, hogyha elől van nyirok vagy allergia, aszma probléma, akkor előre teszi, mint egy rendes medált, egyet. A szalkányakba lehet akasztani, pontosan, mint az a második medál, van egy kis füle, és az szépen, mint egy kis medál nyakba akasztja, és föltölti a mellkasát. És a illető problémához képest olyan kristályok vannak benne, hogyha alsó nyírok például, akkor az alsó testhez kell egy ametiszt a nyírkokra, ez a fekete ónix, az ízület csontrendszer, ez azzal harmonizálódik, ha föl van töltve persze több milliószorosra, mint a bolti kristály. Tehát nem elég, hogy kristály legyen, hanem kell tölteni. Egy beavatott szakembernek föl kell tudni töltenie, bizonyám. És akkor ezek, amiket most nekem a kezembe van, de nem akarom kiengedni, hogy mutasson meg egyet, abban több minden van egyszerre. A nagyot mutassam, vagy a kisebbet? Előbb a kisebbet. Először egy kisebbet. Ebben van például, hát hogy egyáltalán látszik, szintén van benne a rózsaszín rózsakvarc, ami a vénuszi, ez a naptípusú, ez az aventurin, van benne egy gyönyörű vörös karneol, ez egy szodalit lesz, ez is csontrendszerizület, mint ugyanúgy, mint a... Tehát akkor ezt egy adott ember személyére kell szabni? Egy adott ember személyére, hogyha mondjuk farzseb vagy altestihez képest, akkor olyan kristályt teszek bele, amilyen az ő problémája, az adott szerveknek a problémája. Második medál mellkasra olyan kristályok kerülnek bele, ami a felső testhez harmonizálnak. És így tovább. Lehet olyat is, hogy csuklóra teszi, mert akkor valakinek a tüdőmeridiánja, vagy a vastagbél, vagy a szívburok, vagy a szívmeridiánja van elakadva, és akkor a csukló beindítja ezeket a meridiánokat a karom. Most már kezd nagyon melegedni, olyan, mint a zsibbadna egy picit a kezem. Profi. De most azért kiveszem, tehát ha mondjuk erre egy ilyen szalagot tennék rá, pontosan akkor egy... viselhetném így, mint egy órát, egy karkötőt. Mint egy órát, így van. És akkor vannak azok a nagyon vastagok, hát abban nagyon sok van. Hát igen, ez jó nehéz is ráadásul. Ez egy ágymedál, ami nagyon erős, és ebből a matrac alá, 20 centi matrac alá lehet betenni 4 darabot a test középvonalában, és jobban tölti az illetőt, mint ahogy a fülcsugárzások szívják, ez a lényege. És hogyha valakinek évek óta alvás problémái vannak, fölhív egy hölgy, hogy mondjuk 5 év óta nem bír aludni a lábszárgörcse miatt, és betette az első medált a lábához, és első éjszaka végig aludta az éjszakát.
Úgyhogy ilyen hatások vannak, nagyon sok visszajelzés, ami pozitív. Hát ez nagyon jó dolog, és tulajdonképpen most még csak arról beszéltünk, hogy valaki fölhívja meghívott vendégemet, és már ilyen hatásos dolgokat lehet telefonon keresztül elintézni. Hát a telefonon állapotfelmérést lehet csinálni, igen. De volt olyan eset, amikor valaki fölhívott egy-két éve, hogy post-covidja van, és már majdnem megfullad, és hogy csinálj vele gyorsan valamit. Mondom, mennyire bízik Jézus Krisztusban, hogy akkor küldök neki, Jézus, nem akartam hirtelen gyógyító buthát, mert nem tudtam, hogy mennyire bízik a buthákban. Tehát mondom, bízik a Jézus Krisztusban, akkor lazítson le, hasérégzés, mosolygás, aztán 150 kilométerre van, és mondom, lazítson csak, és átküldtem neki egy szentlélek energiát a szívcentrumába. Most ezt meg lehet csinálni, mert nem tudom, szabad-e mondani, de vannak ilyen előadásaim videón. És ezt meg lehet találni ezeken a nagy portálokon? Így van, de valaki esetleg fölhív, vagy megkeres, akkor meg tudom mondani, amire... hogy hol lehet megtalálni. Jó. YouTube-on is vannak ilyenek? YouTube-on vannak ilyenek, jó. Rengeteg. Elég gondolom, ha az ön nevét beírjuk, és már is. Nem biztos, mert a más címeken fut, nem az én nevemen fut. Ja, értem. Hát egy címet mondjon legalább. Olyan a természeti törvény, hogyan határoz meg minket, vagy valami hasonló című. Jó, maradjunk abba, hogy én ezeket majd le fogom írni, és ha kedves nézőink a műsor állandó telefonszámát hívja, én igyekszem ezeknek a kis filmeknek a címét megmondani, illetve minden segítséget megadok. Akkor mivel tudnánk lezárni ezt a mai beszélgetést? Úgy, hogyha valaki fölhív engem telefonon, akkor a kedves nézőknek nagyon szívesen csinálok egy ingyenes távállapotfelmérést. Hát ezt köszönjük szépen! Mert tulajdonképpen sok embernek van olyan problémája, hogy elmondja nekem, hogy ilyen vizsgálatokon volt, és nem talált semmit, szerencsére nem találtak CT-vel se semmit az agyában meg, és ilyen sok problémája volt, és mégis rosszul érzi magát. Akkor valamelyik energia testében valahol egy energiahiány van. Először ezt fel kell mérni, hogy éter, asztrál, mentál vagy kauzálsíkon van. Hát a kauzált a legnehezebb, mert beszéltünk 2000 körül a bioenergetikai vizsgáztatókkal, egy ilyen kis összevetelen, és mondja az egyik úr, hogy hát bizony az egész természetgyógyászatban nagyon ritka, aki kauzálsíkba be tud avatkozni, ez tényleg így van. Mert az legmagasabb buddhista beavatások ellenek. Igen. Jó, akkor egy rövid mondattal búcsúzunk, talán egy olyan örömtelivel, hogy ezt a bizonyos leszűkített energiaszintünket lehet javítani. Mindenképpen lehet javítani, az első ugródeszka ez a medál, és a második az, hogy meditáció, és valakit meg is tudok tanítani, illetőleg tudok küldeni cikkeket ingyen és bérmentve. Hát ez nagyon fontos, mert biztos lesz, aki olyan is érdeklődő, hogy ő szeretne ilyet tanulni. Igen, ez egy ingyenes távtanfolyam tulajdonképpen. Jó. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük mindezt. Én közben ezt szorongatom, mert közben most már egész a vállamnál van ez a furcsa érzés. Én remélem, hogy fogunk még találkozni, és köszönjük szépen ezt a sok érdekességet. Én nagyon köszönöm. Érdekes események. Hát, kedves nézőink, mi lenne érdekesebb esemény, mint egy rendezvény Halloweenkor? Hát erről fogunk beszélgetni, mert mi egy nagyon értékes rendezvényt találtunk, ahova bátran lehet menni családostól, kisgyerekestől, vagy akár csak felnőttek, és hogy megtudjuk, hogy hol is van ez, és mi ez, szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Kővágó Dánielt, aki az Aquincumi Múzeum művelődés szervezője. Hát köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást. Arra lennénk nagyon kíváncsiak, hiszen ma már mindenki várja ezt az ünnepet is, hogy miben léte vagyon ennek az ünnepnek, hiszen van, aki pártolja, van, aki nem, pedig egy nagyon érdekes hagyomány. Kicsit meséljen nekünk erről. Igen, mindenképpen hosszú múltra tekint vissza, hiszen egészen a keltákig gyökeresztethető ez az esemény. Az ő hitvilágokban ez egy jeles nap volt így a nyár végével, mezőgazdasági munkák végeztével, ugyanis az ő gondolkodásuk szerint ekkor elvékonyodott
az e-világ és a túlvilág határa, sőt, már-már megnyílt, tehát átjárás keletkezett, és éppen ezért, hogy az ártó szellemek ne tudjanak oda-vissza közlekedni, világítottak kis lámpásokkal, illetve tüzeket raktak, történeteket meséltek, és hogyha kicsit belegondolunk, azért ez a mai történetben is visszaköszön. És hát hogyha kicsit belegondolunk abba, hogy hát hogyan is jönnek ide a kelták, ugye mai Budapest területén a rómaiak előtt a kelták éltek, egészen pontosan az Eraviscus törzs tagjai, és ugye ezért mi is őrizzük ezt a hagyományt, és tovább visszük ezt a jeles alkalmat. Most akkor ez majd mennyiben kelta, vagy mennyiben kapcsolódik ahhoz, hogy nálunk is vidéken mindig is faragtak tököt, tehát nem volt ez egy idegen ünnep? Abszolút nem, hiszen gyakorlatilag végig kísérhető a történelem folyamán. Például, ha most visszatekintenénk erre, akkor azért végig megtaláljuk ennek a nyomait. Például így a keltákhoz kapcsolódóan is nagyon sok mindent akár közvetítéssel tudunk, tehát például egy középkori átiratban, vagy éppenséggel, hogyha megvizsgáljuk a modern népeknél, például ott az íreknél, ugye, ha kicsit visszatekintünk, akkor nagyon sok minden hasonlóságot vagy olyat találunk, ami erre vezethető vissza, vagy kapcsolódik. Tehát a keltáknál hagyomány, mik azok a jellegzetes dolgok, amik náluk megjelennek? Hát az egyik például a történetmesélés, tehát hogy leülnek egy tűz köré, történeteket mesélnek, illetve a már korábban említett lámpás, amelyet tallórépából faragtak ki. Tehát ugye ők ez... nem tökből? Nem, akkor az még nem. Ugye ők még ilyen kis taló répából faragtak lámpásokat, és akkor úgy világítottak. Ez olyan aranyos dolog, hogy a fény mindig a megmentés, az előrelépés, vagy fölfelelépés, tehát ez végül is minden nemzetnél valamilyen módon ott van. De a kis tarlórépa, az nem volt nagyon picike? Hát valóban kisebb, mint mondjuk egy mai halloweeni tök, de hát a célnak megfelelt. Na most akkor arra lennénk kíváncsiak, hogy ugye nem akárki, hanem az Aquincumi Múzeum szentelt ennek egy egész napot. Mióta van ez, vagy mi hozta életre, hogy legyen ilyen? Hát a hagyományokat igyekszünk őrizni, tehát akár a római, akár a kelta formában, és ugye úgy találtuk, hogy ez egy olyan alkalom, amit mindenképpen érdemes megőrizni, már csak azért is, mert a későbbiekben is van ennek nyoma, tehát lehet kapcsolni az egykori kelta gyökereket a modern verzióval, fogalmazzunk így, és így ez egy jó kapcsolódási pont. És akkor hogy használják ki a múzeum területét, hiszen tudjuk, hogy ott a szabadtér is elbűvölő, és hát vannak a benti termek. Hogy képzeljük el ezt a napot? Igyekeztünk a természet közeliséget is megőrizni, hiszen ugye a kelták is egy természetközeli nép voltak, és ebből fakadóan az ehhez kapcsolódó elemeket, azokat őrizzük, tehát minden, ami a természethez kapcsolódik, kötődik. És hát az új, mondjuk így, hogy a modern vonulatja a tök, az is ugye meg fog jelenni, mind a dekorációban, illetve a klasszikusabb, egészen modern elemek is, például mondjuk a denevér motívum, a szellem motívum, de lesznek rémisztő elemek is. Húha, hát természetesen, hogy ezt élvezzék, ezért oda kell menni. Gondolom, hogy a tűz is, meg a fény is, igen, akkor ott is meg fog jelenni. Mikor van? Mikor tartják? Ennek szülnök kötött a dátum, hogy az október 31-e. Mikortól kezdődik? Mikor érdemes már oda menni a kapuba? Hát délután 4 órától kezdődnek az események. Hát lesznek olyan programelemek, amelyek az egész időtartamot végigkísérik, és persze lesznek olyanok, amelyeknek egy adott időpontja van, mint például a jelmezverseny, vagy éppenséggel a tök szépségverseny faragott, helyszínen faragott tököknek. De jó, tehát érdemes úgy oda menni, hogy találjunk ki valami jó jelmezt? Mert hát valamit zsűrizni kell. Így van, egyébként lesz zsűri is. Igen? Így van. És hát... Mik a szabályok? Mit szabad, mit nem szabad? Hát igazából
a fantázia szakcsak határt ennek, de hát ugye a jó ízlés keretén belül igazából bármi megengedhető, ami akár a keltákhoz kapcsolódik, akár ugye a mostani kultúrkörhöz kapcsolódik, tehát ilyen szempontból nincsenek megadott tematikák vagy szabályok. Ugye azt majd a zsűri fogja eldönteni, hogy melyik ötletes. Melyik, ami igen, ötlettel teli, melyik, ami kicsit klasszikusabb, melyik, ami egy kicsit bohókás, vagy vicces. És egy korosztály van, vagy lesznek gyerekek, meg felnőttek? Én személy szerint bízom benne, hogy nem csak a gyermekek, de a felnőttek is beöltözve, vagy valamilyen jelmezt viselve érkeznek, és ezzel is emelik az eseményt. Ha már itt tartunk, kezdjük azzal, hogy ugye a Halloween, az vannak gyerek oldalai, mert ugye máshol csokit gyűjtenek, de mennyiben családi program ez, hogy gyerek is, felnőtt is jól érezze magát? Hát mindenképpen, tehát az eseményeket úgy találjuk ki, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek, vagy akár az idősebb korosztálytagja is megtalálják a maguknak kedveset, a maguknak szimpatikusat, és ugye itt olyan elemekre gondolunk például, hogy lesz mesemondás, de nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is, tehát külön-külön. Ugyanígy a versenynél is lehet ugye felnőtt is, meg gyermek egyaránt. De idén a kézműves foglalkozások tekintetében is nem csak a gyermekekre gondoltunk, hanem picikét nehezített terepen a felnőttekre is. Tehát ők is odaülhetnek és csinálnak valamit, amit aztán elvihetnek. Így van. Ez nagyon-nagyon jó pofa dolog, de akkor menjünk sorba, tehát 4 órakor nyitnak a kapuk, és akkor mit tudunk tanácsolni? Én egy kicsit már körülnéztem a neten, az az igazság, mert ugye nagyon sok program van, és ott láttam azért figyelmeztetéseket, hogy van, amit időbe be kell adni, hogy szeretnék részt venni. Ebbe is segítsünk egy kicsit a nézőknek. Igen, hát érdemes akár már nyitáskor érkezni, hiszen vannak olyan, amit említettem, olyan program elemek, amik már a kezdéstől végig kísérik. Például a kelta hagyományőrzőkkel is gyakorlatilag végig lehet találkozni a program során, de aki mondjuk a kelta tűzpárbaj iránt érdeklődik, akkor a megadott időpontot érdemes kinézni, és persze nem csak akkor érkezni, hanem ugye akar már előtte is, vagy utána eltölteni egy kis időt. Vagy például néztem, hogy be kell esetleg jelentkezni a kézműves foglalkozásokra, hogy legyen elég alapanyag, odaérjen, el tudja készíteni zárásig, gondolom, ez mind fontos. Igen, hát előzetesen regisztrálni arra nem kell, de érdemes úgy készülni, hogy a megadott időintervallumon belül, mert ugye itt azért a sötétedés az majd határcab benne, tehát az nem az egész este folyamán lesz. Helyes, akkor már nem lehet tököt faragni, csak félni. Na, milyen eseményről nem beszéltünk még? Hát még nem beszéltünk például a szabaduló szobáról, ami egy, igazából egy kalandjáték, ami több helyszínt érint a múzeum területén, és hát egy kísérő lappal lehet ezt végigvinni. Lesznek rémisztőbb, kevésbé rémisztőbb elemei, helyszínei is, és mondjuk úgy, hogy egy feladványt kell megoldani. Egy történetbe ágyazva, és annyiban különleges most ez az idei alkalom, hogy egy olyan helyszínt is használunk erre, ami korábban nem volt látogatható, nem volt megtekinthető egyáltalán. Tehát ez is egy bizonyos időintervallum, míg valaki kiszabadul, meg könben bennmarad. Ezek nagyon aranyosak. Azért bent nem marad senki, de egy olyan állomás is van, fogalmazzunk így, aminél majd a logikát kell használni, aha, kis fejtörőt megoldani ahhoz, hogy tovább tudjon menni. Nagyon jó dolog. Tehát már beszéltünk kézműves foglalkozás, tökfaragás, más is lesz ilyen kézműves dolog? Igen, többféle kézműves lesz, nem csak a tökfaragás, természetesen itt is azért általában többféle választékból lehet igen, hát kiválasztani azt, ami a nekünk szimpatikus, és... Valami kulcs tartó, vagy nem is tudom, mit olvastam, de nagyon érdekes dolgokat. Igen, hát most beleszőttük egy kicsit a nevükbe is azt, hogy egy kicsit rémisztő, vagy egy kicsit kötődik a természetközeliséghez, vagy az ijesztő motívumhoz, tehát ezeket úgy találjuk ki, hogy mindenhez is kapcsolódjon. Vannak, amik könnyebben megoldhatóak, vagy hát elkészíthetőek, és van, ami egy picit nehezebb, kis kézügyességet igényel.
Beszéljünk még egy kicsit ezekről a kelta történetmesélőkről. Ők folyamatosan ott vannak, és segítenek is egyben? A hagyományőrzők végig ott lesznek, de ők inkább a kelta viseletet, vagy a kelta harci kultúrát mutatják be, például a tűzpárbaj során, de a mesékre viszont ott megadott időpontok lesznek, tehát ott az nem egész este zajlik. Uh-huh. Tehát akkor mindenféleképp érdemes, én úgy gondolom, a neten is utána nézni, akik ezt tehetik, hiszen ki lehet jelölni előre, hogy kit mi érdekel, mert valljuk be, hogy mindegyiken szinte nem is lehet részt venni. Hát talán az egy kicsit sok egyszerre mindent, de hogyha ki kell nézni még egy időpontot, akkor mindenképpen még a záró eseményt is megemlítem, mert az is egy olyan történetbe ágyazott, hát egy szertartás lesz, ami megint csak a keltákhoz kapcsolódik, de ennek is lesz egy kis csavarja, amit most innen fogok elárulni előzetesen. De így mindenképpen, ugye, hogyha ki kell nézni valamit, akkor nem csak az elején érdemes keresgélni, hanem akár a végén is. Mikor van a zárás? A 11 órára. Ilyen 11. Igen. Fú, hát akkor az nagyon jó, akkor abban már beleesik az a különleges időszak, amikor már egy kicsit borzong is az ember, meg gondolom a záró programok ilyenek is. Így van. Hát ez nagyon jó. Én, kedves Dániel, azt szeretném kérni, hogy én most átadom önnek a szót, és nincs mese, hívja meg nézőinket, hogy miért is menjenek el erre. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a neki kedveset, legyen szó akár ugye, gyermekekről, vagy ugye, az idősebb korosztály tagjairól, tehát nyugodtan, bátran nem kell félni, hogy nekem ez nem való, de bátran, nyugodtan lehet érdeklődni, utána nézni, hogy mely programok mikor kezdődnek, és ha persze az egész estét nálunk lehet tölteni, de természetesen, ha csak egy időtartamra is, de mindenképpen érdemes kilátogatni. Kedves nézőink, olyan szívesen mondjuk ezt mindig, de hát most azt hiszem, hogy ránk is fér, mert nem tudom, mennyire figyeltek, a média tele van azzal, hogy itt van az influenza járvány. És hogy mit tehetünk ilyenkor, megelőzhetjük-e, megpróbálhatjuk siettetni a lefolyását, hát erről fogunk beszélgetni Éliás Tibor természetgyógyásszal. Kedves Tibor, mi ez a mostani helyzet? Mert mintha hamarabb jött volna, mint szokott. Igen. Tulajdonképpen még nem lenne itt az ideje, hogyha egyáltalán kéne neki jönni, nem kéne, hogy jöjjön, de valóban megérkezett, és ezt a mai rádió, illetve bizonyos újságok már meghíresztelték. De azt is hozzáteszem, hogy két-három héttel, vagy talán 4 héttel ezelőtt egy másik influenzáról is adtak hírt, amely azt jelenti, hogy nem influenza, de úgy viselkedik, mint az influenza, és gyakorlatilag a COVID egyik új változata. Akkor a kettő most találkozik? A kettő most találkozik. Sajnos nem tudjuk majd megállapítani, olyan sok orvos most megszólalt, és többen is azt mondták, hogy nem fogjuk tudni megkülönböztetni, hogy ez most a valódi influenza, vagy a COVID-féle influenza, mert az sokkal rosszabb, mint a normális. Mivel hogy azok a jelek vannak benne, azok a információk vannak benne egy része, ami a COVID-19-be, akkor 3 vagy 4 héttel ezelőtt nagyjából, akkor arról szólt a hír, hogy már készül az oltóanyag, hogy ezt lehetőség szerint megszüntessék. Próbálunk mindig így utána van, járni az újabb van, és újabb csak variánsoknak. Csak azért emlékezzünk arra, hát én meg tanultam, hogy ezek nem úgy működnek, hogy megcsináljuk az oltást, és utána adjuk rögtön az embereknek. Hanem úgy, hogy ennek azért vizsgáznia kellene a laboratóriumi körülmények között, és ez nem egy 2 napos dolog. És ha az is rendben van, akkor megy az ember tesztre, és hogyha az is rendben van, akkor megy a köztudatba. Hát még tavasszal beszéltek ilyenekről, hogy próbálják követni, igen, és előre gondolkodni, hogy na, amikor itt a baj, akkor legyen.
hirtelen a rohanás. Hát reméljük. Na most akkor ezek szerint, ha valaki velem jön szembe és tüsszent egyet, nem tudom, hogy vírusos vagy bizony, influenzás. Bizony. És az sem biztos, hogy én egyáltalán az egyik se, a másik se. Az is lehet, hogy csak egyszerűen az órába megfázott. Ment valami, mert megfázott, de legyünk gyanúval, hogy most már annyiféle vírus lehetséges, és ezt senki nem tudja megmondani, hogy most éppen a határon mi érkezik át, vagy ki érkezik át, és mit hoz, és honnan, és mi van. Szóval én azt mondom, ha valaha, akkor most azt mondom, hogy védekezzünk, előzzük meg a bajt, ne akkor akarjuk megmenteni a szeretteinket, vagy saját magunkat, amikor már ott a baj. Tehát ugye ősi mondás, hogy inkább előzzük meg a bajt, mielőtt még megtörténne. És most én folyamatosan szedem, tehát amióta én itt Magyarországra visszaérkeztem Kínából, én minden nap 2-2 beveszek, de nem is volt semmiféle bajom. Pedig hát rengeteg emberrel találkozom, meg volt olyan, aki az a kórházba mentem, és azt mondták, vegyem fel a maszkot. Persze, hogy fölveszem, mert nem nehéz azt fölvenni, de nem is kellett volna, mert védi a szervezetemet az anuval. Tehát akkor most az első lépés az, hogy megelőzzük. Hogyan tudjuk? Mi mindent? Beszéljünk egy kicsit vitaminokról, beszéljünk az annuáról, igen, mint megelőzésről. Az elsődleges az valóban a vitamin, mert ha az ember leromlik, akkor nehéz visszaállítani. Meg könnyebben megtalálja. Pláne, hogyha nem szedi az annuát. Tehát elsődlegesek a vitaminok, de a legfontosabb én szerintem az annua, mert ugye a laudációban az szerepelt, hogy az összes vírusra, az összes daganatra, megelőzésre és megoldásra alkalmas. Tehát most, hogy mit miért nem és mit miért igen, ezt senki sem tudhatja, de a tapasztalatok azt mutatják, és itt is volt bent több ember is, aki erről saját problémájának megoldásáról beszélt, és hát nagyon sok ember, akik, bocsánat, kimondom egyszer az életemben, hogy hálásan köszönték a családtagjaik megmentését, és azt, hogy biztos, tehát tudták jól, hogy ott vannak ezek a csúnya vírusok, és mégis egészséggel túlélték, mert szedték az anuát. Ha megelőzésre szedjük, akkor milyen mértékben? Én ezt tanultam kint, ezt mondom, és ezt csinálom én is, minden reggel 2 és este 2. És akkor ez elég arra, hogy nagyjából igen, egy ilyen pajzsot igen, csináljuk és, magunk és lehet, köré. Hogy, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez sok. Először is mennyiségben nem sok. Másodszor árban nem sok. Ez gyakorlatilag egy gombóc fagyi ára. Hát szóval, ha ennyit nem áldozunk a saját egészségünkért és jövőnkért, életünkért, igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy például, ha mondjuk uzsonnára almát akarok enni, senki nem csodálkozik, hogy én most 1, 2, vagy 3 egyek. Pedig lehetne azt mondani, hát a 3 az sok. Na most egy növényből mitől lenne sok, nem? Akár 4 kis kapszulácska is. Azért, mert az a 4 kis kapszulácska akár életet is tud menteni, és azért nem sok, mert olyan világot élünk, amikor elszabadult, remélem nem a pokol, de a lehetősége. Hát ne csodálkozunk azon, hogy akkor mennyi beteg és áldozat volt. Remélem, hogy most ez nem lesz, és az emberek már megértik azt, hogy van rá ellenszer és megoldás, de mindenki azon reménykedik, hogy én majd vigyázok magamra. Hát hogy vigyázzon? Nem tud vigyázni. Közlekedik, buszra száll, megfogja a kapaszkodót, emberek közé megy, vásárolunk. Hát. Komolyan mondom, hogy amikor volt a nagy járvány, jelentkezett nálam egy hölgy, és mondta, hogy nem tud még az ajtóhoz se kijönni, mert az orvos azt mondta neki, emberrel ne találkozzon, tudnivik, a férje, egy felnőtt gyereke, és ő maga is covidos volt. Uh-huh. Hát akkor... Igen, mennyire tanácsos esetleg maszkot hordani? Nem szégyen.
Tehát nem aki szégyen. Úgy érzi, hogy neki nem elég erős most éppen az immunrendszere. Meg olyan emberek között van, akik könnyebben, tehát akik nem eléggé egészségesek. Hát van, aki pont a felső légútra, a tüdőre rendkívül érzékeny, más meg esetleg más igen. szerveire, de ilyenkor ezek vannak veszélyben. Igen. Nagyon fontos, hogy legyünk gyanúperrel. Tudnélik, oké, hogy el lehet kezdeni akkor is, amikor már ott van, de hát mennyivel egyszerűbb mindig a megelőzés. És amikor én gyerekek voltunk, és az iskolában is mindig megelőzés. És akkor kaptuk azt a BCG oltást, és tényleg megelőzte. Meg az tényleg nagyon jól működött. Most még van bennünk a nyárból egy kicsi, de hát megyünk, ugye egyre kevesebb a napfény, egyre kevesebb lesz majd a gyümölcs, bár azért az ősznek vannak igazán értékes gyümölcsei. Nem tudom, hogy az étkezéshez szólsz még egy kicsit hozzá. Feltétlenül, és nagyon köszönöm, hogy megadod ehhez a szót. Én már megint a megelőzés, tehát az nem baj, hogyha az ember sokat eszik, csak azt nézzenek, hogy miből. Tehát a gyümölcsből soha nem elég a sok, és az olyan ételekből, amiről nem szabad beszélni, azokból pedig a kevés is sok. Tehát ami magas zsírtartalmú. Az nem is lenne baj, inkább az olajokkal van baj. Igen. Az olajokkal tényleg van baj. Tényleg erős. Mert például egy mangalica, én arra beszélek rá mindenkit, hogy mangalica zsír, ha lehet, hanem akkor normál disznózsír. A gyerekkorunkban nem voltak ilyen betegségek, mint most vannak, és sajnos bizonyos olajok, hát menjünk végig a mezőgazdaságon, és amikor a napraforgó érik, hát nézzük meg, hogy mit takarítanak be. És azt mivel permetezik? És örülsz, hogyha vásárláskor találsz napraforgó olajjal készítettet, és nem pálmaolaj, meg nem tudom én, mi mindent hoznak még be, és dúsítva, extrudálva, igen. állagnövelővel esszük a sok szörnyűséget. Igen, én nem szeretem megijeszteni az embereket, de tényleg a mai étkezésen nagyon oda kell figyelni. Mert tanultunk gyerekkorunkban az édesanyánktól, vegyük elő azokat, és legfőbbképpen olyan helyen tessék vásárolni zöldséget, gyümölcsöt, akik magántermelők. Bennük még bízhatunk. Hát így van. Meg aki okos volt, az tette lekvárt, dzsemet, szörpöket, és akkor most jön az ideje, hogy elővegyék. Na ennyit a megelőzésről. Mi van akkor, ha baj van, beütött a minkű, akkor mit csináljunk az annóával? Hát akkor meg kell emelni az adagot azonnal. Engem reggel 9 és délután, most már azt mondom 5 között, de később már nem, mert akkor nem tudok válaszolni a levelekre, meg egyebekre, tehát borzalmasan sok munkám van. De nagyon szívesen segítek mindenben. De azt hiszem, hogy mindenkinek magának kell segíteni. Tehát, hogyha eddig nem szedte, akkor az Isten szerelmére, hát ne menjen vétlenül tovább az úton. Hát mi a garancia arra, hogy nem fogja őt megtalálni? És nem, ez nem jó meg rossz indulat kérdése. Elsősorban azokat találja meg, akiknek a szervezete le van gyengülve. Tehát én például azért nem fogom megkapni, tudom, mert minden nap beveszem a 2x2-t. Most mondhatja azt, hogy ja, nekem van. De én nekem is pénzbe kerül, és mégis megteszem, és adom azoknak, akik... Mert még mindig olcsóbb előrelátónak hát lenni, abszolút. Mint aztán, ha itt a abszolút. Baj, és akkor kell igen. a különböző gyógyszer, meg kimarad az ember a munkából. És azt ne felejtsük el, bocsáss meg, hogy nem csak a vírus, meg a daganat hát teszi tönkre az embert, hanem az is, hogyha ezeket nem kapja el, de az egyéb betegségei vannak, hát az egyéb betegségekben is segít a megelőzésbe, mert a szervezet alapsejt regulációja, ezt ne felejtsük el, hogy azok a sejtek, amik idő előtt el akarnak pusztulni, se feltángálja, segíti, hogy tovább éljen. Ez olyan, mint hogy azt mondanám, hogy x éves az illető is meg akar halni, de lehet tovább éltetni, hogyha azokat az anyagokat adjuk neki, ami a szervezetében egyrészt elpusztítja, ami megtámadta, másrészt felerősíti a vitalitást. Hát én is azt hiszem, hogy jobb félni, mint megijedni. Nem tudom, hogy ekkor 3x2-t javaslunk, vagy esetleg, ha baj van, még többet. Ha valaki meg most, amikor még nincs probléma, vagyis nem olyan probléma van, hogy a vírusok
és a többi probléma, a daganat is egy, hanem úgymond teljesen egészséges, akkor most a kétszer-kettő elég. És remélhetőleg nem holnap fog kopogni nagy erővel, hogy itt van, de egy 2-3 hét alatt csak fel lehet tángálni a szervezetet. Én nem vagyok híve annak, hogy csak ukmukfuk mindent szedjünk, még a természetes anyagokat is, ha nincs rá szükség, akkor minek? Csak azért, hogy elmenjen. Annyit kell szedni, amennyit kell. És én azt tanultam, hogy a kétszer-kettő a jó minőségből, és ezt is tegyük hozzá, hogy nem minden barack egyforma vitamin és illat és ízanyag tartalmú, ahogy az anuába is, függ attól, hogy hol termesztették, mit adtak neki. Hát nem tudom, aki nézi az adásunkat, hallotta már tőlem, hogy én szószoros értelemben etetem az anuát a Kiskunsági Nemzeti Park Bioszféra Rezervátumában. Tehát, hogy több legyen a beltartalma hát, majd, amikor születeled? Hát, nem amikor születem, amikor megeszi az az ember, akinek szánom. Na hát. Igen. Tehát borzalmasan odafigyelek, hát ez az életem ma már, tehát én azt akarom, hogy a legjobbat tudjam adni, mert megérdemli az ember. Új téma, Tibor, holnap lesz az operett napja. Két-három szóban mondd el, hogy mit is ünneplünk ilyenkor. Hát kérem szépen, ha valami jó van Magyarországban, az a zene. És azon belül is, most a nem Erkel meg Kodály satöbbiről beszélek, hanem Kálmán Imre, Lehár Ferenc, akik a legtöbbet játszott magyar szerzők a világon. És világhírű. És ezzel az országunkat is hírét nemesíti, és olyan jó érzés hallani, amikor Kálmán meg Lehár. Én azt mondom, hogy Budapest az operett fővárosa. Tudom Bécs is. Schubert és azt mondhatom a szerzőket. De még se tudják a magyar operettet úgy játszani, mint mi. Kell a magyar szív hozzá. A magyar szív, a magyar temperamentum, a hozzáállás, a rivalizálás, a közönség megszédítése, megragadása. Az operett ilyen. Frivol, jókedélyű, hát ne buslakodjunk, vagy ha buslakodunk, akkor inkább sírjunk, de ne a saját bajunkon, hanem akik ott szerepelnek. Ez az Operett Színházban van, ez egy külön ünnepnap tényleg, de akkor most beszélj nekem arról, hogy hogyan is kezdődött. 2000-ben, amikor én Zentai Annával felléptem még, és ott voltam az utolsó előadásán az Operett Színházban, utána beszélgettünk, hogy hogyan is tovább, és nagyon szívszorító dolgokat mondott, és úgy átgondoltam, hogy Istenem, több évtizeden keresztül szórakoztatta a közönséget, adott nekik élményt és életet, és most elmegy, mint aki letette a kalapját. Ez nem így kell lenni. Ennek úgy kell lenni, hogy az életébe köszönjük meg, hogy ilyen csodát adott nekünk. Erre nem mindenki képes, rengeteg művész van, de mindig kiemelkedik néhány. És akkor elhatároztam, hogy fellármázom a minisztériumot. Akkor még a Vörös Marti téren volt, és naponta bementem, hol ezhez, hol ahhoz, és elmondtam, hogy kérem szépen, hát ez mégsem le. Lényeg a lényeg, elegük volt belőlem, és azt mondtam, azt hiszem az államtitkár, hogy nézze, hát hogyha maga akarja, és van hozzá pénze, akkor csinálja meg, menjen be az operett igazgatóhelyhez, aztán hát, ha meg fogják csinálni. Így történt, és hát 2001-ben Zentai Annának sikerült átadni az életműdíjat, és azóta is én hát vagyok ennek a egyik szószólója, de nálam ma már sokkal nagyobb Kis Beatilla, az Operett Színház igazgatója, akivel, hát hogy mondjam, hát elragadtatással beszélünk arról, hogy még kiknek kell adni, mert annyira jó énekeseink vannak, akik mindenféle formában megérdemlik. Tehát azért érdekes ez a dolog, mert október 24-e két nagy szerzőnknek, az előbb említett két nagy szerzőnek egy történelmi eseménye, hiszen Kálmán Imre ezen a napon született, Lehár Ferenc viszont ezen a napon hunyt el. És én úgy gondoltam, hogy ez is azt adja, hogy csináljátok meg. És azóta, 2001 óta minden évben átadunk életműdíjat, és remélem, hogy ez még sokáig így lesz.
Hát mi nagyon köszönjük Éliás Tibornak, hogy megalapította ezt a napot, és azóta is évről évre kúrálod. És meg kell mondjam, hogy jó maga is, imádja az operettet, és énekli is. Úgyhogy engedd meg, hogy most búcsúzóul egy-két szép operett számot hadd játsszunk be. Sokat jelent ez a méltság, hova tűnt vidám napok álma hív, dobogon az a vágyik a szív. A hold világ is sokat mi lát,
táncolnék a boldogságtól szívem lázadék. Senkinek ilyen jó kedve nem volt még. Ó, ez édes pillanatra réged várunk már, nincsen két boldogabb ember nálunknál. Álom, álom, édes álom, álom kép, álmodjunk, hogy egymásé leszünk majd még. Angyalok már ránk néznek, sok tagja nem lép a földön is van égi boldogság. Félek, félek, ez csak álom, nem lehet való, nem lehet valóság ennyi fegyét. Ennyi szépet Isten is csak jó kedvében ád, meg kell, hogy köszönjük néki jóságát. Hogy jól esik egy kicsit elandalodni az operett muzsikán, de hát azért ne feledkezzünk meg az egészségünkről. Remélem, hogy hasznos volt és figyelemfelkeltő, amit Tibor a következő hónapokra előrejelzett, és ezzel a kis vidámsággal, meg azokkal a komoly tanításokkal zárjuk ezt a mai adást. Én remélem, hogy jól érezték magukat, ne feledjék, hogy van egy weboldalunk www.teaglóriával.hu, van egy Facebook oldalunk, ahova a műsor címét kell beírni, és ami nagyon fontos, a műsor telefonszáma, így hangzik, 0629 340 330. Ezt reggel 9-től este 9-ig lehet hívni, tegyék meg, hiszen akkor már is közvetlen kapcsolatban leszünk egymással. Ismétléseink csütörtökön 15 óra, pénteken 13 óra, szombaton 18 óra, és vasárnap reggel 8 óra. És ami a legfontosabb üzenet, a következő hétre Tibortól tanultuk. Éljenek! Éljenek. Egészségesen.